Köszöntöm a kedves tévénézőket, Nadine vagyok, nemzetközi jósnő és médium. Önök a Karmán innen és túl című műsort látják. A mai estére egy igen érdekes témát hoztam, és nem is egyet, hanem többet. Nagyon, de nagyon foglalkoztatja az embereket, hogy mi történik ugye az átlagos emberekkel, illetve az emberiséggel kint a nagyvilágban. És nem egy ember kérte tőlem, nem egy kedves nézőnk kérte, hogy meséljek már el egy-két igaz történetet. Mik szoktak előfordulni nálam az irodába? Ki az, akik bejönnek hozzám? Milyen problémával jönnek el hozzám az emberek? És mi az, amiben tudok segíteni? Na most a következő, tehát hogyha ugye rám keresnek interneten, megtalálható vagyok, ugye Nadine a médium, vagy Nadine a jósnő, tehát ugye meg tudnak találni. Nagyon érdekes ez a kérés, hogy beszéljek embereknek az életeiről. Ugye jó pár emberrel megbeszéltem, jó pár embert mondtam, hogy mi lenne a kérés a tévénézőknek, és beleegyezésüket adták. Viszont név nélkül, csak maga a történetet mondhatom el, tehát neveket nem mondhatok semmilyen körülmények között. Ha netán mondok nevet, külföldi neveket fogok használni, tehát ami teljesen eltér az eredetitől, de maga a téma nagyon érdekes lesz. És egy kicsit utána arról fog beszélni, hogy megtörtént emberi sors, és utána elmondom én a saját véleményemet, hogy én mit tapasztalok, és ilyenkor milyen segítséget tudtam adni az embernek, vagy tudott adni az embernek. Az első és legérdekesebb történet, az egyik, úgymondván, kedvencem is, de erre tudom azt mondani, hogy az emberi hülyeség az határtalan. A következő, tehát egy hölgyről van szó. Ez a hölgy megismerkedik interneten keresztül egy úriemberrel. Ez az úriember, ez arab világba él, tehát egy arab országban él, csak ennyit mondok, mert nagyon, tehát tényleg nem akarok itt senkit se kellemetlen helyzetbe hozni, tehát hogyha valaki nézi, ismeri a hölgyet, tehát még akkor sem tűnjön föl neki, mert általánosabb ott fogok csak beszélni. És ez a hölgy az interneten keresztül megismerkedik. A hölgy egy nagyon kiiskolázott nőről van szó, 4 nyelven beszél, jogászként dolgozik, tényleg tip-top, nemzetközi jogászként dolgozik, tip-top szakmájában tökéletes, hála Istennek, hogy egzisztenciában rendben van, munkája rendben van neki, csak mindig a párkapcsolatával volt neki problémája. Na most ugye, amit a hölgyről egy kicsit tudni lehet, hogy a családi háttérben mindig volt egy narcisztikus anya, és mindig volt egy apa, aki hát úgy el volt, tehát mint a szürke szamár a ködbe, ugye? Tehát nagyon beleolvadt a család életbe, és semmi különösebb jelentősége nem volt, de a narcisztikus anya ez mindig taposta, a lánya ez, tehát a lányából ez kell, mindig ő volt az okosabb mindenkinél. A lány ugye elég tanult lett minden, megismerkedik interneten ezzel az arab úriemberrel, és elkezdenek csetelgetni, elkezdenek beszélgetni. Hát ugye ezek a beszélgetések, ezek a csetelések már mennek fél éve, amikor is a hölgy felajánlja a úriembernek a lehetőséget, hogy most már találkozzanak, mert azért már fél éve beszélgetnek, már azért elég sok mindent tudnak egymásról, hogy a fiú kint külföldön mit csinál. Ugye meglátták egymásról a fotókat, tényleg nagyon helyes volt a fiatalember, meg minden. És egyszer csak mondja a fiatalember a hölgynek, hogy oké, rendben, találkozzunk. Majd egy alkalommal ugye megbeszélik, hogy a hölgy megy ki külföldre hozzá, és mondja a fiatalember, hogy oké, ekkor indul a gép, csak mondok, ami júniusban indult a repülőgép.
meg volt beszélve, hogy akkor majd a fiatal emberként várja. Igen, ám, csak pont két nappal az indulás előtt a fiatal ember telefonál a hölgynek, hogy figyelj, de drágaságom, az igazság, tehát telefonkontakt is van, tehát nem csak a internet van, hanem a telefonkontakt is van, működik kettőjük között, mert ugye a hölgy jól beszél angolul, az úri ember is jól beszélt angolul, telefonál a fiatal ember, hogy figyelj, de drágaságom, ne haragudj el, nem tudsz kijönni hozzám, hatalmas nagy balesetet szenvedtem, bent vagyok a kórházba, itt is kell maradnom, minden, hát szegény hölgy, ugye nem tud mit csinálni, hát ugye akkor hogy menjen ki, hiába száll le a repülőtére, mert minden, hát na, ahogy ott kell neki a segítség is, mert minden. Jó, megbeszéljük, hogy semmi baj, a repülőjegy az ugye kész elúszott, előfordul az ilyennel, de a legfontosabb, hogy a fiatal embernek semmi baj nem lett, viszont ugye kisebb operációkat végre kellett rajta hajtani. Oké. Megy tovább a csetelés, megy tovább a telefonbeszélgetés, minden hatalmas, nagy a szerelem két ember között. A hölgy mondja egy alkalommal, hogy figyelj ide, múltkor ugye elúszott a repülőjegyem, légy szíves, akkor tegye rá, lefoglaltam a repülőjegyedet, mert minden, mondja a fiatal ember, hogy jó, de majd ő kifizeti, mert hát ez így illik, ha már ő múltkor elbukta, akkor majd ő most kifizeti. Na, megint megvan adva, hogy október valahányadikán érkezik a repülőgép, és ugye már alig várja a két fiatal, hogy találkozzon. Egyszer csak, ugye mielőtt a fiú felszáll a repülőgépre előtte egy héttel, megjön egy telefon a úri embertől, hogy hú, nára ugye nem tudok menni, édesanyám nagyon beteg lett, borzasztóan élet-halál között van, infarktus kapott, nem tudják az orvosok, hogy most mi történt vele, ráadásul van neki egy valami agyvérzése is volt, mondja, hogy hát el kellett, hogy el fog úszni ez a repülőjegy is, hogy sajnos nem tudunk találkozni. Jó, rendben. Sajnos a hölgynek ugye elég rosszul esik, de megérti, mert ugye egy édesanyja egy fiú életében nagyon fontos. Ugye édesanyja hála Istennek felépült, tehát ugye a srác le is fotózza, hogy bent a kórházban ott van édesanyja mellett, látja, hogy tényleg kezelést igényel. Telik, múlik az idő, jön a karácsony. Hát ugye karácsonykor sajnos ugye a hölgy ki tudna menni az úriemberhez, viszont az úriember mondja, hogy neki dolgozni kell végig, tehát ő nem tud vele tölteni most időt. Ha hogyha netán ki is megy, akkor is ugye úgy számítson rá, hogy egyedül kell neki otthon lennie, mert a fiatal embernek ő ugye vendéglátozik, dolgozik, és ugye dolgoznia kell neki. Hát ugye a lány az oké, rendben, elfogadja az élethelyzete, és megy a levelezgetés, mennek a telefonbeszélget, hatalmas a szerelem két ember között. Közben, ugye itt karácsonykor, ugye ezeken a beszélgetéseken keresztül a hölgynek megkérte a fiatalember a kezét, mondta, hogy legyen neki a mennyasszonya, el akar őt feleségül venni, bár a sors úgy hozta, hogy nem tudtak találkozni. Igen, ám csak a hölgy elkezdett gondolni, karmikusan ez nekem megvan érve ez a fiatalember. Hát elment jósokhoz, elment látókhoz, hát mondják, hogy mindenki azt mondja, hogy hát ők nem látják ugye ezt a fiatal ember, hogy ezzel lenne esküvője, de hát oké, rendben van. Ugye nálam kötött ki a hölgyike utoljára, csak következő, eltelik ez idő alatt 6 év. A eljegyzéstől, ugye karácsonykor történik egy ilyen számítógépen keresztül, viszont a gyűrű megérkezik Magyarországra, tehát tényleg ott van egy karikagyűrű benne, a hölgynek érkezik egy karikagyűrű, megfelelő a méret, hordja a lánya a karikagyűrűt, megérkezett Magyarországon, nagyon boldog volt a lány, tehát ugye családja előtt is mondta, hogy hú, szuper, mert minden. Eltelik közben 6 év. Mindig jön valami közben, nem tudnak találkozni, nem tudnak érintkezni, nem. Semmi olyan dolog nem történik, de ugye az úriember azt mondja ennek a hölgynek, hogy mivel egyesen vagy, ugye hol akarunk megesküdni, hát ő nem akar Magyarországon esküdni, hogy akkor ő az ő vallása szerint majd menjen ki a hölgy, és ő az ő vallása szerint esküdjenek meg minden, ott kint külföldön. Mondja a lány, hogy jó, rendben van, havonta 200 000 forintot küld a fiúnak átutalva bankszámlára, hogy akkor kezdjék el összegyűjteni a esküvőre a pénzt, mert ugye kint külföldön nagy esküvők szoktak lenni, és mi a lány is érdekelt ebbe, tehát mindig küldi ki. Na ez megy 6 éven keresztül, amikor is a lány elkerül hozzám. És annyit látok neki a lapjában, mondja, hogy Nadim, mondd meg nekem, légy szíves, nagyon szépen kérlek, segítsél, mondd meg, mikor lesz az esküvőm. Nézem, nincs esküvő benne a lapjában. Kirakom a fiú oldaláról, nincs esküvő a lapjában, viszont anyagi érdekeltség volt.
Hát és nézem, mondom, te jó Isten, mondom, ez a fiú, ez így áthintázza ezt a lányt. És akkor kezdte el mesélni a lány, mert én azt hittem, hogy ez egy fiatal kapcsolat, ugye láttam, hogy visszamegy a múltba a lapja, hogy a múltban már ugye volt kapcsolatuk, tehát ugye szerelmesek, de találkozás nincsen. És mondom is a lánynak, mondom, te mondom, ne arra, ugye ez neked nem furcsa, hogy itt vagy egy úri emberrel, mondhatom azt. Te tudod, hogy hol lakik, tudod, hogy az anyja hogy néz ki, tudsz mindent a családjáról, nem furcsa, hogy a 6 év alatt nem találkoztatok? És mondom, 6 éve interneten keresztül mossák át az agyadat, és 6 éve, vagy illetve nem 6 éve, hanem egy év után te vette, úgy mondván, jegyezte őt el feleségül, vagy mennyasszonya. Mondom, 5 éve küldött ki minden hónapban 200 000 forintot. Hát mondom, ez egy hatalmas nagy összeg. Hát 5 év az nem igaz, hogy nem jön össze az esküvőre a pénz. És a lány azt mondta nekem, hogy ő tudja, hogy ez a fiú becsületes, tudja, hogy ez a fiú ez teljes egészében rendben van, majd felajánlottam neki egy olyat, hogy nézzük meg, hogy ez a fiú valóban becsületes-e, és adok egy másik lányt, aki rájön erre a fiúra interneten keresztül, és akkor, hogy vele mit fog reagálni. Na most az igazság, hogy nem egy lányt állítottunk be a sorba, aki ugye számítógép, de ezek tényleg egy vagy 2 hétig leveleszek a fiúval, mert csak annyi arra voltam kíváncsi, mennyire nyitott a fiú, és meddig menne el a hölgyekkel. 4 hölgyet állítottunk be, hogy ráírjon a fiúra. Mind a 4-nek fogadta a közeledését, mindegyiknek más-más sztorit adott elő, és az érdekes, hogy ahol megérezte a pénzszagát a fiatalember, egyből kért, hol 100, hol 200, hol 500, vagy eurót, vagy dollár, tehát ugye inkább dollárt kért az úriember, hogy küldjenek ki, mert így meg van szorulva, úgy meg van szorulva, új ez a segítség ellen, az a segítség ellen, és mikor a hölgynek oda tettük a papírokat, és oda tettük az e-maileket és mindent, a hölgy teljesen bepánikolt, és mondta is, hogy ő ezt egyszerűen nem akarja elhinni, hogy úgy mondván egy számítógép szerelemnek az áldozata lett. Na most ennek a történetnek mi a tanulsága? Hogy lehetőség szerint 6 év ment el a lány életéből. Az annyira hosszú idő egy fiatal hölgynél, pont ugye 30-tól 36 éves koráig. Tehát ez pont egy olyan időszak, amikor ő, hogyha személyesen találkozik egy normális úriemberrel, egy fiatal emberrel, csak mondok valamit, lehet, hogy 40 éves lett volna az úriember, ő még 30 éves, tudott volna szülni még gyereket. 36 évesen annyira összeomlott ez a lány, hogy amikor leesett neki ez a fátyol a szeméről, hogy ő azt mondta, hogy hát neki most kell orvosi kezelés. Mondhatom azt, hogy a orvosok mellett, mert ugye pszichológus is kezelte, meg én is beszélgettem vele, helyre tudtuk hozni most a lányt, sajnos mondhatom azt, hogy 2-2,5 év alatt, és most kezdett el egy normális emberi párkapcsolatot, de azt mondta, hogy nem mindegy, hogy az ember 30-36 éves koráig limbában van, lógatva van, és kihasználták, és rengeteg pénze elment neki, tanulópénz volt, nagyon kemény tanulópénz volt, és rájött arra, hogy ő egy év múlva, vagy 2 év múlva nem látta. Annyira bedarálta a számítógép, ez a szerelem, ez a virtuális világ, hogy nem látta a fától az erdőt. És hiába mondták neki, hogy figyelj ide, hova szaladsz, itt a munkád, mi rohansz haza ez az úriemberhez, aki megfoghatatlan lény. Én azt gondolom, hogyha a nézőknek van ilyen ismerősök, akik számítógépen keresztül ismerkednek, én csak annyit mondom, minél előbb harcolják ki azt, hogy tudjanak leülni kávézni, minél előbb több kontakt személyesen, minél előbb több találkozás, több kávézás, több sétálás, hogy az emberek ismerik meg egymást, és ne esnek bele ebbe a hibába, mint ez a hölgy. Hál' Istennek a hölgynek rendbe jött az élete, mondom, 2-2,5 éve bekerült, van neki most egy normális párkapcsolat, aki ője, hál' Istennek mondhatom azt, hogy nem egy virtuális világból van, hanem ez egy kézzelfogható emberről van szó, de nagyon óvatos a hölgy. Nagyon fél, nehogy átverjék őt. Én úgy gondolom, hogy ezt neki meg kellett tanulnia, meg kellett élnie. A másik történet egy 50 éves hölgyről szól, egy nőről. Nagyon érdekes, eljön hozzám a hölgy jósoltatni. És mondja nekem, hogy ez egy teljesen másik történet, mondja nekem a hölgy, hogy Nadinka, eljöttem, párkapcsolati problémám van.
nagyon szépen kérem, segítsen nekem, mondja meg, hol van a probléma, hol rontom én el a nő és férfi kapcsolatot, mert nézze meg, tényleg a hölgy nagyon dekoratív, nagyon intelligens, tehát ezt viszont nem mondhatom meg, hogy hol dolgozik, de felső körökbe dolgozik a hölgyike, gyönyörűen szépen fel van öltözve, kosztümbe, jól áll neki, ápolt, tényleg, skatujából van kihúzva ez az 50 éves hölgyemény. Eljön hozzám, hogy párkapcsolat problémája van, nézzük meg. Hát ugye kirakom neki a kis kártyámat, elkezdem nézni. Hát mondom, ez párkapcsolatról beszél, mondom, te jó Isten, mondom, hát én nem is látok neki egy párkapcsolatot. Hát mondom, hát ez hogy van, hát hogy megkeverem újból a kártyát, megnézem, hogy mondom, hát hogy. Látom, hogy lelkekben van egy kötődése egy úriember oldalára. Na mondom, hála Istennek, akkor már, hogyha megvan a lelki kötődés az úriember oldalára, akkor ez már jó. Mondom a hölgynek, mondom, na akkor nézzük meg, hogy akkor mi az, amit ugye problémát jelent neked, mert mondom, én azt látom, hogy itt a lelki kötődés megvan, viszont itt azért elég sok hiányosságot hoznak le a lapok, és az igazság, hogy te beszélsz egy párkapcsolatról, én meg csak a lelki kötődést látom, de nem igazán látok párkapcsolatot. Majd elkezdi mondani én nekem a hölgy, hogy figyelj, Nadim, az igazság, hogy pont ez a problémám. Kérdez el, hogy ez az úriember itt van mellettem. Minden reggel megfőzöm nekem a kávét, kiteszem, együtt kávézunk meg, de azt mondja, mindig benne adja végül a kávét a poharába, mert azt mondja, olyan, mintha nem lenne jó a kávé. Hát jó, hát benne adja a kávét, hát mondtam neki, hát akkor próbálják ki más kávét, hát lehet, hogy ez neki nem ízik, vagy beszéltek meg, lehet, hogy a kapucsinót szereti. Hát azt mondja, tudod, azt mondja, az igazság, azt mondja, vacsorára mindig megfőzök neki, tényleg azt mondja, elmegyek dolgozni, magas beosztásban van, azt mondja, simán rendelhetnek aját, de ő inkább hazamegy, és az a saját, ő azt tanulta ugye a szüleitől, meg a dédszüleitől, meg a nagyszülőktől, hogy a nő, hogy munka után is el kell, hogy lássa a családot, hazamegy, kitakarít, főz, most takar, minden ott van, tehát mondja, hogy nagyon precíz, azt mondja, Nadim, bejönnél hozzá, tényleg most nem azért, hogy fényezem a saját kis lakásomat, a légy elcsúszik mindenhol. Nagyon kis tiszta nő vagyok, de lehet is rajta látni, tehát el is hiszem neki, hogy ez teljesen helytálló, amit ő mond. Mondja azt, hogy tudod, hogy mi a baj a pasival? Azt mondja, figyelj ide, azt mondja, megcsinálom neki az ételt. Azt mondja, hogy a kávét ott hagyja reggel, az egy dolog. Azt mondja, de figyelj ide, megcsinálom neki a vacsorát, picit csipeget a vacsorából, de azt is ott hagyja. Mi, hogyha a napközben valahol jól lakna? Hát mondom neki, mondom, figyelj ide, az igazság, hogy te is reggel elmész dolgozni, este hazamész 6-7 óra magasságban, lehet, hogy tényleg a pasi valahol evett. Na, de akkor már csak beszélgetünk, akkor már nem nézek neki kártyát, mert látom az, hogy inkább csak beszélgetni akar ezekről a dolgokról, és ilyenkor hagyom az ügyfelet, hogy az ő igénye szerint történjen a konzultáció, hogy ő akarja, és ugye alkalmanként adok neki instrukciókat, hogy ugye mit kellene csinálni. Majd mondja, hogy kiengedi az úriembernek a vizet esténként, mondja, hogy na, azt mondja, még annak örül, hogy legalább megfürdik, meg minden, azt mondja, és hogy ugye lefekszik az ágyba. Jó, hát mondom, oké, rendben van, lefekszik az ágyba, de Nandin, hát képzeld el, hát ott fekszik mellettem az ágyba, azt mondja, én ott simogatom a helyét, meg minden, de azt mondja, hát tudod, azt mondja, hát nem nyúl hozzám. Hát ugye felnőtt emberként, én meg is értem, hogy ez elég kellemetlen élethelyzet, hogy ott van egy férfi mellette, ő tényleg nagyon szép, nagyon dekoratív nő, tehát női szemben is azt kell mondanom, hogy igen, tehát egy ápolt nőről van szó, tehát nem is érti az ember, hogy hát mi lehet a baj ennek a férfinak. És ugye elkezdem mondani a sérelmeket, és mondom, mondja meg nekem, legyen szíves, hogy mi az, ami örömet okoz önnek emellett a férfi, mert ha nem jó az, hogy ön ugye kávét főz, nem jó az, hogy ugye, hogy kiszolgálja, hogy megterít ön az asztalán, hogy tehát megteszi a fürdővizet, este lefekszik, tehát semmi olyan dolog nem történik. Mi okoz akkor önnek örömet? Azt mondja, hát képzeljem el, hogy hát egyetlen egy, a hétvége, szombat, vasárnap. Akkor legalább odáig eljut az úri ember, hogy ugye szépen felöltözik a hölgyike, és az úri emberrel elindul sétálni. És ugye kézen fogva mutatja is így a karját, tehát felállott az irodámba, és mutatja, hogy kérdezem el, hogy így karöltve, meg kézen fogva sétálgatnak, andalognak. A hölgy beszél hozzá, a úri ember nem beszél, ő inkább hallgat, és inkább bólogat, mert minden.
Hát mondom neki, elnézést, hölgyem, mondom, hogy lehet így élni? Mondja meg nekem, hogy csak ön ad, és nem történik semmi a férfi oldaláról, tehát semmilyen, ami egy nőnek jól esne. És akkor mondja, hogy nézem már meg a lapokba, hogy hát az a igazság, hogy hát ugye ez elég nagy probléma, hogy mikor lesz boldog már emellett a férfi mellett. Nézem a lapokat, kirakom. 45 percig ül a hölgy az irodámba, ugye ezt csak röviden meséltem el, de ő ezt hosszan mesél ezeket a dolgokat, hogy mit történik kettőjük között. Nézem a lapokat, mondom, a lelki kötődés megvan, nem látom a pasita benne a lapokba. Hát képzeljétek el, hogy a végén már azt mondtam, hogy összehúztam a kártyámat, már azt hittem, hogy nálam van valami baj a fejemben, hogy én nem látok, hogy elfáradtam, meg minden. Már összehúztam a lapokat, mondtam a hölgynek, mondom, ne haragudjam, egyetlen egy kérdésem van, hogy tegyen föl nekem egy konkrét kérdést, hogy ránézek a lapokba arra, hogy tényleg az, amit konkrétan kérdez, hogy akkor konkrét választ tudjak adni. És kedves nézőim, én azt hittem, hogy ott úgy, ahogy van, lefordulok a székről, a következő kérdése volt, és kérése volt hozzám a hölgynek. Nadin, én annyit szeretnék megkérdezni, hogy hol találom meg ennek a férfinak a fizikai testét, és mikor leszek vele boldog. Higgyék el, hogy én akkor így ledermedtem, megmerevettem, és... megmondom őszintén, szerintem egy pár percig nem is tudtam szóhoz jönni, pár másodperc is, néztem ki a fejemből, hogy ez most komolyan egy kérdés volt, hogy hol találja meg a fizikai testét. És azt kérdeztem tőle, hogy elnézést. Hát akkor én még látom a lapokban, hogy önnek van egy kötődés a lélek oldaláról, és mondom, akkor ez a férfi nem is létezik. És azt mondta a nő, ez a férfi nem létezik, csak az ő gondolatában van benne, és ő ezt naponta eljátszik ezzel a férfival, naponta lefőzi a kávét, naponta elszik vele vacsorát, naponta megfületi, naponta beteszi maga mellé az ágyba, de a helyét, és ott volt a kulcs szó, mikor mondja nekem, hogy a helyét mindig megsimogatom, és én akkor nem is figyeltem főre, mert nekem olyan természetes volt ez a dolog, és akkor így néztem, mondom, te jó Isten, mondom, ez egy magasan kvalifikált nő, egy nagyon értelmes, több nyelvet tudott, több diplomás nőről beszélünk, és ez a nő, ez egy szellemlénnyel élt együtt, egy kitalált férfival élt együtt, akivel elmegy sétálni, karon fogva, és ez a férfi azért nem szólt hozzá, mert ez a férfi csak bólogatott, tehát az ő tudatában volt, úgymond már egy tudathasadás. És... amikor ez megtörtént, én egyet tudtam mondani a hölgynek, hogy mindenféleképpen szerintem menjen el, írasom, tehát beszéljem pszichológussal, és nagyon fontos lesz az, hogyha spirituális körbe akar ő megoldást találni, akkor kezdjen el egy olyan blokkoldáskor részt venni, vagy olyan terápiákon, ami az ő igényét, az ő lelkét tudja fejleszteni, és az ő elméjét fejleszti. Azért én azt gondolom, kedves nézőim, hogy amikor egy illető eljut erre a szintre, és ez az igazság, hogy ez nem egy-két hétig ment, másfél évig csinálta a nő ezt az egészet, hogy elment reggel dolgozni, este hazért, és ott volt egy képzeletbeli férfi az életébe, akivel ő megbeszél a dolgokat, és ezzel a képzeletbeli férfivel élt együtt másfél évig. Mire eljutott arra a szintre, hogy eljön most egy szakemberhez, akitől segítséget kér. És én mondtam is, hogy döbbenet volt ez számomra. Na most a hölgyem mi lett? Megfogadta a tanácsomat, elment pszichológushoz, utána átküldik pszichiátriára, tehát kapott gyógyszeres kezelést, és hála Istennek használt az alternatív módszereket, tehát az alternatív gyógymódokat is, meg minden, elkezdett terápiákra járni, és nála mondhatom azt, hogy hála Istennek másfél év alatt ki tudtuk ebből a helyzetből szedni, és nem hirtelen akkor, amikor kiszedtük ebből az élethelyzetből, mert ugye ez jó pár éve történt, 54 évesen ez a hölgy ez megtalálta egy párkapcsolatot. Igaz, hogy nem költöztek össze, hanem csak ugye mindenki éli a saját életét, de ő mint ugye emberek összejár. Hát döbbenet volt. Döbbenet volt, hogy az embereknek milyen problémájuk van, és én nagyon örülök, hogy ezt a történetet is elmondhattam itt élő adásba, és hogy
ezt vállalta, tehát nevet nem mondhattam semmit, csak maga a történetet. Én nagyon szépen kérek mindenki, hogyha valakinek tényleg olyan probléma merül föl, hogy elkezd halucinálni, vagy elkezd képzelődni dolgokon, én azt kérem, hogy tényleg forduljon a szakemberhez, mert ott, tehát ilyenkor nézzük meg, hogy csak egy átmeneti állapot ez, vagy tényleg az elméjébe történt egy tudathasadás, amit egy-kettőre helyre kell rángatni, vagy szakemberre tudjuk helyrehozni. Én nagyon szépen szeretném megköszönni, hogy a ma estét velem töltötték. Én ezzel a két történettel tudtam a mai nap eljönni, és nagyon remélem, hogy következő adás alkalmával szintén történeteket fogok elhozni önöknek, mert ezt nagyon sokan kérték, most csak kettő fér be, de következőleg is fogok önöknek mesélni. Akinek kérdése van, megtalálnak interneten, illetve aki szeretne eljönni hozzám budapesti irodámba, megtalál. Köszönöm szépen, hogy megnéztek, mindenkinek minden jót kívánok. Nadim voltam, nemzetközi jósnő és médium.